Köszöntöm a Kultúrszoba nézőit! 10 millió forinttal támogatta az állam a Gyönki Német Nemzetiségi Egyesület közösségi házának felújítását. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője az átadón arról beszélt, a kormány számára fontos, hogy segítse a magyarországi nemzetiségeket abban, hogy ápolni tudják hagyományaikat. Megkezdődött a Gyönki Német Nemzetiségi Egyesület közösségi házának átadása. Az egyesület tagjai már nagyon várták ezt a napot, hiszen közel 2 évvel ezelőtt sikerült megvásárolni a házat. A helyi német nemzetiségi önkormányzat is támogatta az egyesület kezdeményezését, hiszen tudták, hogy a létszám bővülése miatt szükség van egy nagyobb térre. Tulajdonképpen Gyönkön hagyománya van a német nemzetiségi hagyományok ápolásának, a színterek is változnak, ahogy a köszöntőben is elmondtam, hogy Gyönkön van egy német nemzetiségi tájház, van egy magángyűjtemény, ahol német nemzetiségi ruhákat, tárgyakat találunk, és van a német önkormányzatnak egy találkozások háza, ahol fotókiállítás és baba kiállítás van. Most az egyesület kinőtte a találkozások házát, ezért elhatározták, hogy egy közösségi házat alakítanak ki, és a mai nap ennek a átadása történt. Az alapítóknak volt egy álma, a gyönki német hagyományokat megélni, továbbadni, a német nemzetiségi közösséget életben tartani. Ezért dolgozunk, ez hajtja most is terveinket. Hála Istennek nagyon sok tagunk lett, tehát a kezdetekből, amikor alakultunk, akkor olyan 30-40 fővel voltunk, és a mai napig 165 tagunk van. Az egyesület taglétszám úgy kerül össze, hogy egész az 5 éves gyerektől, egész a 87 évesig, hogy tagok vannak. Gondoltuk, hogy nagyon jó lenne egy olyan ház, ami az egyesület céljait szolgálja, és szerencsére eladóvá vált ez a régi sváb parasztház, akié volt valamikor, mielőtt meghalt, ő is egyesületi tag is volt, úgyhogy úgy gondolom, hogy jó helyre került a ház. Találtunk egy szponzort, Galátai János Jakab urat, aki, megmondom őszintén, a férjem osztálytársa volt, és volt egy osztálytalálkozó, ahol mondtam neki, hogy pénzt szeretnék gyűjteni, hogy házat tudjunk vásárolni, és mondtam neki, hogy nagyon sok helyre elküldtem már a levelet, és akkor csodálkozva rám néz, azt mondja, hogy de nekem nem küldtél levelet, hát mondom, én rögtön írok egy levelet, és akkor ez volt szeptember 5-én, és október 5-én az egyesület nevére került a ház. Galántai János Jakab nem aktív tagja az egyesületnek, hiszen már régóta Kaposváron él családjával. Mégis szívügyének érezte szülőfalujának és nemzetiségi hagyományaiknak gondozását, segítését, többek között talán azért, mert édesanyja alapító tagja volt az egyesületnek. Én gyerekkoromat Gyönkön töltöttem, így jártam általános iskolába, gimnáziumba. Most már lassan 50 éve, hogy elkerültem innen. Az édesanyám volt gyönki származású felmenőivel együtt, és így kerültem én is gyakorlatilag, születtem én is ide Gyönkre. Aztán 2 évvel ezelőtt volt egy osztálytalálkozónk, az 50 éves általános iskolás osztálytalálkozó. Én a Kemmler Imivel, a Kemmlerné Vali férjével jártam általános iskolába, és ott ismertük egymást korábbról, más szponzorációkon keresztül, és ott a Vali elmondta, hogy van itt egy gyönyörű szép sváb parasztház, amit nagyon szeretnének megvenni, de nincs rá elég pénzük. Helyi védelem alatt áll, minden eredeti, és aztán hazamentünk, és hát úgy gondoltuk, hogy vágjunk bele. És interneten rákerestem, megkerestem az ingatlanost, és tulajdonképpen fű alatt megvettük, mert senki nem tudott róla, hogy egy ilyen akció folyik, gyakorlatilag az osztálytalálkozó után 2 héttel már az egyesületé volt a ház, amit aztán elkezdtek felújítani, hoztam egy építést, megterveztük, hogy nézzen ki, kívülről mindennek eredetibe kell maradnia, ez volt a cél, belülről pedig a közösségi ház funkcióinak megfelelően terveztük át, itt 3 szoba volt, ahol most vagyunk, ebből a 3-ból lett egy nagy terem,
szociális helyiség, meg minden, ami kell, és gyakorlatilag ez mindenféle egyesületi rendezvényre most alkalmassá vált ez az épület. Felújítás, ugye én nem fordult meg a fejembe, hogy ilyen sok pénzbe fog ez kerülni. Volt az egyesületnek spórolt pénze, tehát éveken keresztül azért, hát a svábok úgy vannak, hogy azért spórolnak, nem elköltik a pénzt, hanem úgy rakolgattuk félre, hogy hát ha egyszer sikerül, mivel hogy a házvásárlásra nem kellett, akkor innentől kezdve tudtuk, hogy el tudjuk kezdeni. Aztán az első lépés a Galantai úr mondta, hogy hát szerinte vizes ez a ház, hát kéne valami biztosító rendszer, mondtuk, hát arra azért nem adunk pénzt, na hát a Galantai úr arra is adott pénzt, és akkor ugye lett ilyen rendszerünk is. Aztán utána még mindig nem kezdtük el felújítani a házat, amikor ugye elgondolkodtunk, hogy miből fogjuk ezt fenntartani, fűteni. És akkor mondtuk, hogy hát akkor lehet, hogy az első beruházás az egyesület saját pénzéből, az kellene, meg ott is a Galántai úr segítségével napelemrendszert építettünk ki, az fent van a hosteron, de ott fent a hosteron van egy 33x50 méteres terület még a házhoz, és ott van a napelempark kiépítve, úgyhogy bízunk benne, hogy a működéshez ez nagyba segítséget fog nekünk adni. Aztán ugye akkor már, amikor árajánlatokat kértünk a vállalkozótól, hát akkor szembesültünk, hogy milyen árak vannak, és akkor egyedi pályázatokat nyújtottunk be a miniszterelnökséghez, és egyszer 3,5 milliót, egyszer 6,5 milliót kaptunk, úgyhogy az már nagyon jó volt, tehát nagyon jó érzés volt, mikor a levelet kibontottam, és láttam, hogy már akkor látjuk az alagút végét. Aztán ugye ez két tannyelvű gimnázium van Gyönkön, nagyon sok alapítónk volt akkor gyerek, most már felnőtt, és azoknak is írtam levelet, hogy még mindig működik az egyesület, még mindig valamit csinálunk, és elküldtem a háznak a fényképét, hogy is néz ki, és mit szeretnénk felújítani, és ezekből a volt diákokból is kaptunk nagyon szépen támogatást, az egyesületi tagokból is, és aki nem tudott pénzt adni, az viszont jött dolgozni tényleg, és így készült el. Szerettünk volna, mivel hogy egy-egy rendezvényre összejönk valamikor tényleg 80-an. Tehát így, hogyha nagyon szűken, olyan 90-en le tudunk ülni. Tehát egy olyan részt kellett kialakítani, hogy elférjen az egyesületi tagság, hogyha egy olyan rendezvényre jövünk. Amikor mielőtt megvettük ezt a házat, amikor kinéztem, a tulajtól megkérdeztem, hogy össze lehet-e nyitni a szobákat. Az volt az első, hogy össze lehet nyitni, és akkor hívtam statikust, és az is nézze meg, hogy, és akkor ő megmondta, hogy a vállalkozónak, és akkor az alapján lett összenyitva. Volt egy tervező, ugye, de mindenki elmondta, hogy mit szeretne. És akkor megmondták, hogy ezt szeretnék, és ezt találjam ki, hogy ez hogy működik. Tehát volt, hogy a konyha, meg volt, hogy kimondja, hogy hú, egy olyan konyha nem jó, ha pici, ez így legyen, úgy legyen, és akkor az úgy történt. Tehát általában meg lett kérdezve, és mindenki elmondta, hogy mit szeretne, és akkor a sok szeretnékből összejött egy. Krémer György, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának szekszárdi irodavezetője is próbálta segíteni az egyesületet. Ennek a háznak a történetét valahol, nem is a történetét, hanem ennek a megvásárlását valahol úgy ugye figyelemmel kísértem, és ugye azért is örültem ennek, mert ugyanakkor beszéltünk arról, hogy hát próbáltunk először német belügyminisztérium forrásokat, illetőleg hát magyar parlamenti forrásokat ehhez a vételhez keríteni, akkor nem sikerült, és hát javasoltam itt ugye a Kemmler Valikának, hogy egy magánszponzort, és hát szerintem azért is mondtam ott a beszédem az elején, hogy nagy dolgok csöndesen történnek. Két hét múlva egy itteni helyi származású ember megvásárolt ezt az ingatlant, tehát ez valóban egy olyan ingatlan, ami egy tipikus magyarországi német, egy sváb ingatlan, és ezért is örültem, hogy egyrészt mai modern célokra egy közösségi házként funkcionál, és azért valahol a
magyarországi német népi építési, építész kultúrának is egy nagyon szép szegmense. Mindenhol, ahol közösségek vannak, ugye hát egy ház, az azt jelenti, ugye, hogy szeretnének egy találkozási helyet, ahol valóban együtt lehetnek, rendezvényeket lehet szervezni. Ugye van rengeteg régi viselet, hagyomány, tehát a hagyományos tárgy, amiket ugye itt ugyanígy ki lehet állítani. Tehát én úgy gondolom, ez egy ilyen multifunkcionális hát házként fog működni, több ilyen van már Tolna megyében, és különösen ami megfogott, hogy itt ugye ezt a gyönyörű nagy termet sikerült valóban egy olyan hát helységet kialakítani, ahol együtt lehet lenni különböző rendezvényeken, tavasztól őszig, télig, és hát én úgy gondolom, hogy azért ez egy közösségformálásban mindenképpen nagyon fontos szerepet játszik. 1993-ban, amikor az etnikai kisebbségekről és a nemzetiségekről megalkotja a parlament a törvényt, lehetőséget adtunk a magyarországi 13 nemzetiségnek arra, hogy egyfajta autonómiát, települési szintű, illetve kulturális autonómiát tudjanak kiépíteni mindenki saját maga településén, és hozhassa létre a nemzetiségi önkormányzatot. Ezek a nemzetiségi önkormányzatok azóta is működnek, jól működnek, amelyeknek a hatáskörét folyamatosan tudtuk bővíteni. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a terület országgyűlési képviselője hangsúlyozta, hogy a nemzetiségeknek fontos szerepe volt és lesz is Magyarország történelmének vonatkozásában. Gyönki németség 1713 óta él itt ezen a területen, illetve ezen a településen. Akkor érkeztek meg az első német telepesek a török hódoltsági időszak után, és gyakorlatilag nem csak ezt a települést, hanem a környéket, illetve egész Tolna megye fejlődéséhez járultak hozzá a velünk együtt élő német nemzetiségiek. Nekik is köszönhetjük azt, hogy a mai falvaink, városaink így néznek ki, illetve így ismerhettük meg mi is. A gyönki németek létrehozták a nemzetiségi önkormányzatokat, és kultúregyesületet hoztak létre, és főleg elnökasszonynak, illetve az ott dolgozóknak köszönhetően határoztak úgy, hogy egy közösségi házat hoznak létre. Volt egy adományozó, aki megvette ezt a házat, és azóta kb. 26 millió forintot költöttek erre az épületre, erre a portára, ahhoz, hogy ez valóban közösségi térként tudjon funkcionálni, a legkisebbektől, tehát a gyerekektől, az idősebbekig össze tudja fogni az itteni németeket, de nem csak a németeket, hiszen rengeteg a vegyes házasság, hanem mindenkit, aki szívesen vesz részt az egyesületi munkában. A miniszterelnökség a nemzetiségi pályázatain keresztül 10 millió forinttal, két pályázattal 10 millió forinttal tudta támogatni ezt a beruházást. Hát én azt gondolom, hogy Magyarországnak a története elképzelhetetlen a velünk együtt élő nemzetiségek nélkül, hiszen az elmúlt 1000-1100 évben gyakorlatilag ugyanazt a történelmet élhettük meg, vagy éltük végig együttesen, illetve ezt az országot, Magyarországot, a Kárpát-medencét pedig közösen építettük, közösen hoztuk létre a településeinket, közösen építettük a templomjainkat, iskoláinkat, a parlament épületét, a városainkat, és azt gondolom, hogy ez minden nemzetiség hozzájárult, és közösen is védtük meg a hazánkat, amikor arra volt szükség. Tehát a mai életünkben benne van a múltunk, és a múltunkban és a jelenünkben is pedig benne vannak a nemzetiségek is. Sok munka volt benne. Néha voltak ilyen hullámvölgyek, hogy hát nem volt egyszerű azért a kivitelező minden, hogy minden összehangoljon, hogy menjen a munka, hogy nem úgy képzeltem el, ahogy akarták csinálni. Tehát voltak nézeteltérések, de hát megoldottuk. Én nagyon vártam már, megmondom őszintén, hogy egyszer át legyen adva, és végre használhassuk. Nyári matiné néven délelőtti foglalkozásokat tartottak gyerekeknek a Siógárdi közösségi tér és tereházban. Minden alkalommal más-más feladatokat kellett megoldani a résztvevőknek a foglalkozások alatt, így mindenki megtalálhatta a számára legkedvesebbet.
A programot a helyi önkormányzat támogatta. Jó hangulatban telik a drámajátékoknak szentelt nap a Siolgárdi Közösségi Tér és Teleházban. A település önkormányzatának segítségével szerveztek a helyi gyerekeknek nyári matinét, ahol július 14-e és augusztus 13-a között minden kedden és csütörtökön délelőtt foglalkozásokat tartottak, vagy előadásokat szerveztek. Bár a felhívás főleg kisiskolásoknak szólt, többször előfordult, hogy a kisebb testvérek is ott maradtak, így került Csanád is a matinéra. Volt olyan, hogy volt jobbról hullám, marra hullám, és amikor dagálja, akkor kell helyet cserélni. És ügyes voltál? Én voltam egyszer a kapitány, és kifárasztottam. Jobbra, balra, jobbra, balra, jobbra, balra. A programon olyan gyerekek is részt vettek, akik nem siolgárdiak, csak a nagyszülőknél nyaraltak. Ilyen volt Mészáros Borbála is, aki azt mondja, nagyon jól érzi magát annak ellenére, hogy a testvérén kívül nem ismer senkit. Itt laknak a nagyszüleim, én Albertisen lakok, a szüleimmel, meg a testvéremmel, aki segített bábozni, és együtt csináltuk ezt a három kis malacot, meg a díszleteket, meg mindent, és ugye itt nyaralunk. És akkor a nagymamám így mondta, hogy van egy ilyen, és akkor eljöttünk. Volt olyan gyerek, aki majdnem minden alkalommal részt vett a matinén. Elárulta, hogy mit szeretett benne a legjobban. Közösséget, hogy mindig valami értelmes dolgot találnak ki, és minden dolog így véletlen nagyon tetszett. Nekem a védőnős, meg a vörös keresztes tetszett a legjobban. Mert én orvosnak készülök, ugye, és hát szeretem az ilyen dolgokat. Két csütörtök délelőttönként, tehát így rendszeresen csináljuk ezt számukra is. Jól megjegyezhető időpont, hogy mindig ugyanabban az időpontban délelőttönként találkozunk. Megkértük itt a faluban dolgozó, illetve itt élő olyan közreműködőket, akik valami érdekeset, valami különlegeset tudnak adni a gyerekeknek, és nem csak őket, hanem egyéb más itt együtt dolgozó kollégákat is, és így állt össze egy hónapos program. Ebben szerepelnek siolgárdi hagyományok, például a gyerekek megismerkedhettek a hagyományos agárdi kulcsos kalács készítésével, meg is kóstolhatták. Most éppen drámajátékokon vesznek részt, lesz bábkészítés volt, kézműves foglalkozás, csuhé bábkészítés, illetve papírjátékokat készítettünk. Részt vett a programban a falu védőnője is, ő egy egészséges délelőttöt töltött a gyerkőcökkel, amit szintén nagyon élveztek. Meghívtuk a Magyar Vörös Keresztet, itt a nyári balesetek, gyerekbalesetek és egyéb érdekesség, ami a Vörös Kereszt életében lehet, illetve a gyerekeknek hasznos információkat adhat. Pekari Bernadett egyik foglalkozáson drámajátékokat tartott a gyerekeknek. A Trambulin Tehetség Támogató Alapítvány 2012-ben alapult, és Siolgárd a székhelye. És igazából a Fecske bábcsoportot, ami egy több mint fél száz éves bábcsoport, annak a vezetője vagyok. Mint drámapedagógus mindig szívügyemnek tartottam azt, hogy nagyon sokat játszunk a gyerekekkel, minél többet, amennyit csak tudunk. És nagyon örültem Kisné Honer Magdi felkérésének, aki kitalálta a matiné ötletét, és aztán két napig is itt leszünk most ezen a héten. Ma drámajátékozunk, különböző játékokat hoztam a gyerekeknek, csütörtökön pedig bábozni fogunk velük. Ha már Fecske bábcsoport, akkor ők is ízleljék meg ennek a varázsát, ennek az örömét. A mai napon igazából olyan drámajátékokat hoztunk, ami főként közösségépítő, ismerkedős játékok, hoztunk székfoglaló játékokat, amit nagyon élveztek a gyerekek, és aztán lesz majd egy kicsit komolyabb is. Mission Impossible játékot fogunk velük a szünet után játszani, ami egy lehetetlen küldetés.
több feladatot fognak kapni a gyerekek, időre kell teljesíteni, és mint hogy a nevében van, a játék nevében is benne van, nem biztos, hogy tudják a küldetésüket teljesíteni, de az összetartozás, az együttjátéknak az öröme, ennek a megélése, ez lesz a legfontosabb ember a játékban. Én nagyon szeretek direktben is olyan csapatokkal foglalkozni, ahol teljesen ismeretlen számomra az egész társaság. Jó, mondjuk itt síjolgátiként nyilván, hogyha nem is név szerint, de azért többségüket ismerem, de vannak most a csoportban például olyan kislányok, akik a beáborodást mutatták be, akik például távolabb laknak, mint síjolgár, de a nagyszülők révén itt töltik a nyári szünetüket, és most szívesen csatlakoztak, kapcsolódtak be ebbe a játékos délelőttbe. Tehát én ezt is kihívásnak tartom, hogyha egy teljesen ismeretlen csapattal kell dolgozni, vagy játszani együtt, mert én azt gondolom, hogy a játéknak a varázsa az mindenkit magával ragad, és én ebben látom ezt a nagyszerű lehetőséget. Akkor felmászok a tetőre, és bemászok a kéményem. A malacok ezt is hallották, és begyújtottak, hogy a farkas a tűzbe essen. Minden alkalommal más van. Itt ugye az önkormányzat segítségével és szervezésével indult ez a programsorozat, és igyekeztünk minél bőségesebb program kínálatot adni a gyerekeknek, ezért került bele nyilván Siagár, de egy élő hagyományokkal rendelkező falut, nem csak hirdetik, illetve őrzik, hanem ápolják napi szinten. Működnek ezek a hagyományok, lásd, ez a kulcsos kalács készítés, az agári lagzikban mai napig készítenek kulcsos kalácsot például, de ugyanígy igyekeztünk, hogy egy kicsit ezek a népi játékok, népi iparművészet elemei, például itt a csuhéból készült, szinte már professzionálisan elkészült bábok, nagyon élvezték a gyerekek. Nyilván egy fajta anyagi vállalás is az önkormányzat részéről, bár azt szeretném hozzátenni, hogy tehát itt inkább az eszközök megvásárlásában, mert a közreműködő felnőttek, szakemberek, ők mind az önkéntes munkájukat adták ehhez a programhoz. Tizennyolc éves fennállása során először jutott el Szekszárdra a Canaro zenekar, az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt Köszönjük Magyarország nevű pályázat berkein belül. Kulturális felfrissülést jelentett a nézőknek a tangó, swing, bossa nova stílusban feldolgozott ismert dallamokból álló koncert. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma mentővet dobott azoknak az alkotóknak, akik a pandémiás időszakban elveszítették a közönségükkel való találkozások lehetőségét. Ez nem csak a kulturális életben jelentett hiányt, de anyagi veszteségként is éri az alkotókat. Az Emmy által kiírt Köszönjük Magyarország nevű pályázatot sokan kihasználják. Így jutott el a Canaro zenekar is Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében. Ide Szekszárdra a Köszönjük Magyarország program keretében jutottunk el. Az itteni szervező keresett meg minket, hogy szívesen látna minket. Látott már az elmúlt években egy-két közelebbi helyszínen minket játszani, szereti a zenekart és meghívott minket. A zenekar nagyon régóta létezik már, kicsit változott a felállás, de ez egy nagyobbacska baráti társaságnak a zenei vetülete tulajdonképpen. Régóta ismerjük egymást, nagyon szeretünk együtt játszani. Ha éppen nem játszunk, akkor is összejárunk, úgyhogy remélem ez a baráti hangulat ezen a koncerten is majd hallható lesz. A Canaro együttes 2002-ben alakult, akkor még duóként működtek. Nagyon sok egy duó volt, harmonika hegedű duó, Pagonyi Andris, Szakály Tamás álnevekkel csináltuk. Néha szaladtunk a rendőrök elől, néha nem, néha hallgattak minket. És akkor így körénk gyűltek kiváló zenész barátok. Andrisnak az ismerettsége köréből, meg a bátyám, Szakály László is benne volt a zenekarban, egy darabig az ő ismerős köréből is. Egyre többen hallották, hogy mit csináltunk, és kedvük lett csatlakozni hozzánk, és hát most már több 15 éve megmaradt egy erős baráti kör, egy erős mag, akivel ezt csináljuk. Andris sajnos már nincsen a zenekarral, nagyon sajnál mindenki, de maga az életérzés, az megvan, amiről szól az egész. Tehát a zenekar ugyanúgy megszólal
minden hangosítás nélkül bárhol, és ez nagyon kevesen mondhatják el magukról. Ez az akusztikus hangzás felé való törekvés volt a közös pont, meg a zenéhez való ugyanaz a fajta hozzáállás, és így lettünk barátok és zenésztársak. A zenekar repertoárját számos stílussal gazdagította már, így igazán különleges hangzással szórakoztathatja hallgatóságát. Az ismert dallamok a swing, a tangó és a bossa nova stílusával ötvözve kerülnek feldolgozásra a jazzre jellemző zenei szabadsággal. Két akusztikus gitár, kifejezetten manus jazz gitár, Django Reinhardt-tól leginkább ismerhető stílus, ez a francia-belga cigányok játszák, gypsy jazz néven is lehet ismerni. Hegedű, ami ebben a stílusban szintén meghatározó hangszer, hegedűsünk Tamás énekel is, dobfelszerelés, ami a 20-as, 30-as évek dobfelszerelése, nem a mai hangszerek szerepelnek benne, és én pedig nagybőgözöm. A zenekar stílusa többnyire Django Reinhardt munkássága körül forog, bár attól így néha elkalandozunk, úgyhogy beleötvözzük a magyar kávéházi zene hangulatát, tehát így ezt a, hogy is mondjam, ilyen békés, boldog békeidőknek a tánczenéje, ahogy meg lehetne fogalmazni a zenekart talán. Általában akusztikusan lépünk fel, itt is ez a koncert is, hogy nincs túl hangosítva, hanem egy ilyen kis a kellemes eredeti hangképet próbáljuk visszaadni. Canaro zenekar, azt hiszem az egyik leghangulatosabb zenekar a Föld golyóbison. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!